Vasmegye sportegyesületei mindig élen jártak az összefogásban. A legutóbbi hétvégén sem volt ez másként, hiszen jótékonysági kispályás labdarúgó tornához csatlakozhattak a sportbarátok. Gőci Dominik és Farkas Lackó Duchenne-féle izombetegségben szenved, értük fogtak össze egy emberként a labdarúgás szerelmesei. Már a megnyitott megelőzően óriási tömeg gyűlt össze a Sportligetben. A Szombathely közösségek és a segítés városa is egyben, és azt gondoltuk, hogy ha valakinek a sors nehezebb életet ad, akkor ezt a terhet nem egyedül kell cipelnie, hanem próbáljuk átvenni és együtt tenni. Ezért a város is beszállt ebbe a rendezvénybe, ami Dominik és Lackónak a mielőbbi felépülése vagy a jobb élethelyzetbe kerülése érdekében történik. Nagyon örülök, hogy ennyi fiatal jött el, hogy a szülők is itt vannak, hogy magával a rendezvénye és anyagilag is tudjuk támogatni a fiúkat. A tornán valamennyi vasmegyei egyesület utánpótlás csapata részt vehetett. A Haladás, a Király, a Kőszeg, az Illés Akadémia, valamint a Sárvár korosztályos együttesei több csapatot is kiállítottak, míg a felnőttek mezőnyében 7 alakulat vett részt a tornán. A jótékonysági rendezvény egyik ötletgazdája Kovács Jenő volt, akinek hívó szavára tömegek mozdultak meg. Engem is nagyon meglepett, mert igazából én nem voltam nagy futballista, meg NB3-ba játszottam, jó helyeken, jó játékosokkal, de nagyrészt én Ausztriába fociztam. Mégis szinte egy emberként mellénk állt az amatőr futballtársadalom, és még az ország másik végéből, Tiszafüredről is volt egy csapat, aki átutalt pénzt a fiúknak a számlájára. A jótékonysági gyűjtés ez nem csak amatőr labdarúgók, hanem egykori és jelenlegi válogatott játékosok is csatlakoztak. A kiváló hangulatú rendezvény bővelkedett látványos megoldásokban, de ezúttal az eredmény másodlagos volt. Az ünnepélyes eredményhirdetést követően pedig kiderült, hogy több mint 500 000 forint gyűlt össze a felajánlásokból a fiúk gyógykezelésére.